Kilépett a demokratikus koalícióból Kerékbálci Szabolcs. Úgy érzi, a DK stratégiája megbukott. Meglátásai szerint fél éven belül új párt jöhet létre, és valahol a liberális, valamint a konzervatív gondolkodású emberek között eléggé kicsi a különbség. Sokkal kisebb, mint gondolnánk. A bejelentésről és új állásfoglalásáról most vele Kerékbálci Szabolcsra beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen események vagy véleménykülönbségek vezettek odáig, hogy ön kilépett, hátat fordított, melyik a jobb szó a DK-nak? Közös megegyezés, maradjunk ennyiben, bár abban állapodtunk meg, hogy az elnökségi ülésről nem lenne szerencsés és ízléses bármilyen véleményt formálni. Úgyhogy én ezt nem, nem hiszem el, hogy közös megegyezés azok után, hogy Vadai Ágnes azt nyilatkozza, hogy ilyen embereknek nincs is helye közöttünk. Én hálás vagyok a jó Istennek, hadd mondjam ezt, hogy 3 évig olyan emberekkel dolgozhattam, akár vezetőtársaimmal, akár párttagokkal, aktivistákkal, önkéntesekkel, akikben én kiváló hazafiakat és demokratákat ismertem meg. A politikában szerintem a negatív érzéseknek nincsen helye, vagy nem szabadna, hogy helye legyen, mert annyi negatív érzés nyom bennünket itt agyon, próbálnak gyűlöletet kelteni közöttünk, és így tovább. Tehát én szépre, jóra emlékszem, jelen időben beszélek egyébként ezekről a barátaimról, mert kicsi ez az ország, és az útjaink keresztezni fogják egymást. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy az Orbán kormányt leváltsuk és helyreállítsuk. Miért nem tudod bent maradni a párton belül? Vannak olyan helyzetek a politikában, amikor előjönnek olyan nem értékrendbeli, hanem stratégiai lépésekkel kapcsolatos kérdések, amelyekben nem tudnak az emberek együtt működni. De fogalmazni egy kicsit konkrétabban? Nem, hadd mondjam azt, hogy hát ha én úgy látom, hogy a Fideszből kiábrándult szavazókkal együtt lehet csak, illetve a ma még nem aktív polgárokkal együtt lehet leváltani Orbán Viktorékat, ezt a bűnszövetkezetet, hogy így fogalmazzak. Ebben ilyen körülmények között az a helyzet, amikor a baloldal egymást próbálja legyőzni, vagy próbál pozíciót szerezni egy-egy baloldali párt a másik rovására, szerintem ez nem járható út. Én azt gondolom, úgy érzi, hogy a DK az tulajdonképpen csak a saját jövőjével volt elfoglalva, nem pedig egy baloldali összefogással? Nem. Én azt gondolom, hogy a Demokratikus Koalíció, a Szocialista Párt, az Együtt, a PM, a MOMA és más demokratikus erők azt tűzték ki célul, hogy, és ez a céljuk, hogy az Orbán kormányt váltsák le, és visszaállítsák a köztársaságot. Igen ám, de szükséges, de nem elégséges feltétel mindez a tevékenység ahhoz, hogy leváltsuk Orbán Viktorékat. Nincs elég társadalmi támogatása ma úgy tűnik a demokratikus ellenzéknek. Én arra tettem egy a demokratikus ellenzéknek, vagy a demokratikus koalíciónak? A demokratikus ellenzéknek, mint olyannak. Ez az anyag nem a demokratikus koalícióról szólt elsősorban, hanem a demokratikus oldalról. Én azért mentem a DK-hoz, egyrészt mert hívtak a barátaim, másrészt pedig, mert én egy szabadelvű konzervatív emberként egy olyan formációba mentem, aminek az alapvetése, az alapértékrendje, az alapítói papírjában az szerepel, hogy az összes mérsékelt demokratikus értékrendet magában foglalja és képviselni kívánja. Én ezt szeretném a jövőben is tenni. Ez valamelyik másik pártnál képzeli el? Tehát most nem a forma a lényeg. És miért pártot vált, nem, vagy? Nem. Őszintén mondom, nem a forma az érdekes. A forma az egy eszköz, ha úgy tetszik, ahhoz, hogy a közjót szolgáljuk. Mert nekünk politikusoknak az a dolgunk, hogy próbáljunk az emberek helyzetén javítani. Ma nekünk hidat kell verni a magát baloldalinak, jobboldalinak, szabadelvűnek, konzervatívnak nevező emberek között, azok között, akik ugyanolyan vesztesei ennek az elmúlt 6 évnek. Hát a munka közvetítőben egymás mögött álló emberek beszélgetnek a saját reménytelen helyzetükről és reményeikről, akkor nem kérdezik, hogy te baloldali vagy, jobboldali vagy. Hogyha közmunkások az árok partot takarítják, vagy az árkot tisztítják, akkor a sanyarú sorsuk összeköti őket, és nem az választja el őket egymástól, hogy te egy baloldali családba születtél, te egy konzervatív családba születtél. Ha emerre várnak a barátaink, rokonaink, akkor ugyanúgy várniuk kell az ilyen-olyan ideológiai háttérrel rendelkezőknek. És hát a nagymamák, szülők Skype-on, amikor a szomszédok beszélgetnek a Németországba, Angliába vagy Svédországba szakadt gyerekeikkel, unokáikkal, akkor őket összeköti az az elkeseredettség és az a remény, hogy jöjjön itt valami új, valami más, ami nem elűzi a gyerekeinket,
gyerekeinket, meg unokáinkat, hanem hazahoz őket. Még mindig nem értem a konkrét elképzelését. Ezek szerint nem másik párthoz tart éppen, hanem szeretne egy új formációt létrehozni? Nem, szeretnék abban részt venni, a magam szerény eszközeivel, mint minden polgárnak az a dolga, nyilván önnek is, mint újságírónak, egy tanárnak, egy munkásnak, bárkinek, hogy a saját szűkebb, tágabb közösségében segítséget nyújtson az embereknek. Én politikával foglalkozom, meg közpolitikával az elmúlt 21 néhány évben főként. Én ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy az a kritikus tömege összejöjjön a társadalomnak, a szavazóknak, amellyel le lehet váltani Orbánékat, de nem csak egyszerűen leváltani, hanem egy jobbat hozni, egy alkotmányos, jogállami, tiszta kezű kormányzást hozni. De ez mit jelent? Egy új pártot jelent? Vagy pedig abban szeretne munkálkodni, hogy hogyan fogja össze a baloldali pártokat? Nem. Hát én egy szabadelvű konzervatív ember vagyok, még egyszer mondom, egy istenhívő szabadelvű konzervatív ember vagyok, akinek rengeteg barátja van a baloldalon. Az a lényeg számomra, hogy merre tartunk, és nem pedig azt, hogy honnan jöttünk. Nem kívánok a múlttal foglalkozni, hogy kinek ütött vissza először, vagy másodszor, vagy hogyan sértette meg a másikat. Én abban szeretnék munkálkodni, a formáját nem tudom, és nem akarom kikerülni a kérdését, mert nem ez a lényeg, hogy én személy szerint, vagy bármelyik párt vezetője hol lesz 18-ban, hanem az az érdekes, az embereket akkor tudjuk szolgálni, hogyha mindent megteszünk annak érdekében, hogy jobb legyen a helyzet ebben az országban, mert válság van, és egy újfajta nemzeti összefogásra, vagy együttműködésre van szükség. Hogy ez milyen formában fog megtörténni, és én hol találom meg a helyem. Tehát nincsen még konkrét elképzelés Ez másodlagos ehhez képest, nem tárgyalok semmilyen jelenlegi párttal. Beszélgettem Molnár Gyulával itt az előbb, mert régóta ismerjük egymást, nagyon érdekel a véleménye, érdekel más kollégák véleménye, és minden polgárnak a véleménye érdekel. Ez a legfontosabb, hogy hogyan lehet az erős társadalmi szolidaritásra, a gyengék, elesettek megsegítésére, de mégis szabadságra épülő jogállamot létrehozni, és ezt a bűnszervezetet, amelyik csak magát szolgálja, és nem pedig a hazát segíteni. Hogyan lehet visszakapcsolni Magyarországot az európai és észak-atlanti, tehát nyugati közösségbe, és eltávolodni ettől a keleti önkényuralmak politikájától. Jó, remélem, hogy hamarosan be tudunk arról számolni, hogy akkor mégis milyen konkrét elképzelése van, mert hogy nagyon alapban megismertük, de hogyha van valami konkrétum, visszavárjuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.